A rosszul sikerült tavaszi rajt után a jobb hazai folytatásra készülnek a fehérvári labdarúgók. Kecskeméten csalódást keltett a játék és az eredmény is, a 2-1-es vereség miatt a vidé nem tudott előrébb lépni a táblázaton, és veszélyesen közel vannak a kiesés előli harcban érdekelt ellenfelek a fehérváriakhoz. Ezért és a szurkoló kiengesztelése miatt is fontos lenne, hogy szombaton a Debrecen ellen nyerjen Huszti Szabolcs csapata, de ez sem ígérkezik könnyűnek. Yeah, we'll play in a legutóbbi mérkőzést elveszítettük, hétvégén jobban kell játszanunk, ráadásul Kecskeméten az utolsó negyedórában kaptuk a második gólt. Szombaton nyernünk kell és nyomás gyakorolni az ellenfére, hiszen hazai pályán játszunk. Láttam a Debrecen néhány mérkőzését, nem könnyű ellenük játszani. Kompakt csapat, jól védekeznek és szeretnek kontrázni, így okosan kell játszanunk és kihasználni azokat a kvalitásokat, amik a csapatban vannak. A a Sóstóban eddig tíz meccset játszott ebben a bajnokságban a vidék és ezeken csak egyszer kapott ki. Így elmondható, nem a hazai mérlegen múlik, hogy rosszul áll a táblázaton a csapat. Biztató, hogy a Debrecen ellen is itthon játszik, de a tavaszi idént győzelemmel kezdő hajdúságiak ellen nem lesz könnyű dolga. Lenne miért visszavágni, hiszen össze Debrecenben egy núra kikapott a Fehérvár. A Vidi az egyik legnagyobb csapat Magyarországon, így a vereségek nem férnek bele, harcolunk kell és visszatérni a jó ritmusba, amihez elengedhetetlen, hogy nyerjünk szombaton. Nagyon szeretünk hazai pályán a szurkolóink előtt játszani, így nagyon izgatottan várom, hogy pályára léphessünk és megszerezzük a három pontot. Ha nyer a vidi, egy pontra megközelíti a Debrecenieket a táblázaton, de a nagyobb előrelépésért az azt követő fordulókban és főleg idegenben is javulnia kell az eredményességnek. A Mólfehérvált DVSC bajnoki szombaton este fél nyolckor kezdődik a sóstói stadionban.